A párizsi cselgáns Grand Slam első napjának a francia nemzeti hős Clarisse Agbayannou volt a legnagyobb sztárja. A háromszoros világbajnok versenyző a szlovén olimpiai bajnokkal, Tina Csenyakkal találkozott a döntőben. A hazai judoka végül aranypontot érő Vasárival legyőzte ellenfelét. Az aranyérmet a francia ifjúsági és sportminiszter Roxana Maracineanu adta át neki. A férfiak között is egy háromszoros világbajnok, a japán Takato Naohisa volt a nap legnagyobb nyertese. Ő a 4 évvel ezelőtt világbajnokságot nyerő kazah Jeldos Szmecovot tudta legyőzni a döntőben, szintén egy Vasárival. Őt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Lord Sebastian Coe köszöntötte a dobogón. A világ összes tornája közül itt a legjobb a közönség. Fantasztikus az atmoszféra. Itt könnyebben tudom a legjobb judómat nyújtani, nyilatkozta a boldog győztes. Kondo Ami nagyszerű lábsöprése még egy aranyat jelentett Japán számára a tornán. A 48 kg alattiak döntőjében a koszovói Distria Krasniki volt a gyönyörű mozdulat elszenvedője. Az ő díjátadójukon Francesco Ricci Bitti, a teniszszövetség egykori elnöke volt a sztár vendég. Japán 3. aranyérmét Hashimoto Soichi szerezte a férfiak 73 kg-os kategóriájában. A könnyű súlyvilágbajnoka ipponnal küldte földre mongol ellenfelét, Cent Ocsir Cogtbatárt. A hölgyek 57 kg-os súlycsoportjában kanadai házi döntőt rendeztek. A kiélezett küzdelem utolsó másodperceiben Krisztina Degusi Vasárival földre vitte Jessica Klimkaitet, és ezzel megszerezte a győzelmet. 2018-ban ő nyerte meg az oszakai Grand Slamet, úgyhogy nagyon ideges voltam. Tudtam, hogy ez egy nagy meccs lesz, amit nem veszíthetek el. Nagyon nagy volt a nyomás, de büszke vagyok arra, hogy győztem. Boldog vagyok, mondta a mérkőzés után Degusi. Denis Vieru nagyszerű ipponnal nyert a grúz Vasha Margvelasvili ellen a férfiak 66 kg-os kategóriájában. A moldáv sportoló ezzel az első jelentős győzelmét aratta a felnőttek között. Aranyérmét a gimnasztikában 5-szörös olimpiai bajnok Nadia Comăneci-től kapta meg. A nap dobása is a 66 kg-osok között született. Az izraeli Baruch Smilov egy hatalmas ipponnal lepte meg a junior világbajnok olasz Manuel Lombardót, ez pedig a bronzérmet jelentette számára.